Otthonunk hangulatát fontos magunkkal összhangban megálmodni, hiszen a minket körülvevő világ színei rezgésekből és energiákból állnak. Tudatos választással, pozitív hatással lehetünk hétköznapjainkra. Színek a lakberendezésben sorozatomat pontosan ezért indítottam, hogy ebben útmutatót adhassak nektek. Szó volt már korábban rengeteg színről, ide kattintva nézd meg sorozatom korábbi részeit, ha még nem láttad. A mai részben a rózsaszín lesz a témánk, de még mielőtt a férfiak fiúk elszaladnának, hadd áruljak el annyit, hogy arról is szó lesz, hogy vajon ez a szín hogyan lehet férfias, lehet-e egyáltalán, illetve a videón végén lesz egy nyereményjáték is, úgyhogy ezért is érdemes velem maradni. Rengeteg derű és öröm árad a rózsaszín világából, amit alátámaszthat az a tény is, hogy automatikusan az újszülött kislányokhoz ezt a színt társítjuk. Meg ugye a szerelmet is rózsaszínkötként képzeljük el. Ezek után nem is csoda, hogy a tavalyi év egyik sláger színe a rózsakvarc lett, ami ennek a színnek egy elegáns és üde változata. Egyébként pont ez a szín az, amit megfelelő vegyítéssel és határozott dekorációkkal az erősebb nem képviselőnek is bátran ajánlom, és így nem kell lemondani ennek a színnek a pozitív hatásairól sem. Ez a szín az előbb említett pozitív hatásainál fogva szinte minden szobában használhatóak jól, és rengeteg színnel is kombinálhatóak. Például zölddel kombinálva igazán tavaszi üde hangulata lesz. Vagy például nézzétek meg, ennél a párnánál, amit itt a budaörsi Kika áruházban találtam, rengeteg kiegészítő szín szerepel a rózsaszín mellett, és mennyire jól mutat, mennyire üde és friss hatása van. Felhőtlenségét a bézs és a fehér árnyalataival kombinálva csak erősíthetjük, a barna és a szürke tónusait használva pedig elegánsabbá varázsolhatjuk ezt a színt. Édeskés hatást érhetünk el a fagyi színek pasztel árnyalataival, vagy meglepő fordulatot adhatunk otthonunknak, ha a narancsárga élénkségével hozzuk össze. Mivel a rózsaszín a vörös és a fehér keveréséből állítható elő, ezért az állandóságot és a mértékletességet ugyanúgy tartalmazza, mint a frissességet és az üdeséget. A rózsaszín emellett egy vidám, fiatalos és élénk szín is, ami lakberendezési szempontból is igen izgalmasan kombinálható. Ugyanúgy, mint a vörös, ő is képes megemelni a hőérzetünket, de frissességet és üdeséget is, és könnyedebbséget is kölcsönöz az interiőrünknek. A rózsaszín a pasztelszínek gazdag családjába tartozik, világos színek hozzáadásával könnyed, nyugodt és üde színt varázsolhatunk belőle. És nem mehetek el amellett a tény mellett sem, hogy aranyjal kombinálva mennyire elegáns szín lesz, ezért is van az, hogy nagyon sokan szeretik, többek között én is a rózsgoldot, ami tulajdonképpen ennek a két színnek a kombinációja. De jegyezzük meg, hogy a rózsaszín ugyan előzi a depressziót és szeretetet hoz a szobába, túlzott mértékű alkalmazása esetén nagyon vibráló és tömény hatása lesz, már-már idegesítő is, úgyhogy ezt érdemes kerülnötök, ugyanúgy, ahogy a vörösnél is ezt említettem korábban. Remélem, hogy tetszett videóm, ha igen, akkor feltétlenül jelezzétek nekem egy lájkkal, és írjátok meg, hogy mi az a szín, amit még kihagytam, és szeretnétek, hogy beszéljek róla. Aki ezt megteszi, és feliratkozik a csatornámra, azok között kisorsolok egy 10.000 forintos Kika vásárlási utalványt. Remélem, hogy legközelebb is találkozunk, sziasztok, szép kreatív napot!